Szevasztok srácok, lehetőséget kaptam a McDonald's-tól egy napra kipróbálni, hogy milyen meg is alkalmazottnak lenni. Ebbe a kalandba foglak titeket meginvitálni, gyakorlatilag velem fogtok tartani, meg fogjuk nézni, hogy milyen a konyha, milyen a sült krumplizás, milyen a különböző területek. Szóval tartsatok velem, és remélem, hogy tetszeni fog. Hello, Osztan! Hova rakom? Teljesen jó. Úgyhogy eljöttél meg ide dolgozni? Csak nyári munkára? Ezt úgyse vágjátok be, hogyha mondom. Na! Igazából annyi volt. Szerettem volna jogsit rakni. Iskola mellett ugye ez teljesen rugalmas. Kim van 4 sajburger. Ez teljesen alkalmas. A rugalmas beosztás, akkor jövök, amikor én gondolom. Aha. Persze egy héttel előtte aha, meg kell adni a beosztást. Mióta nyomod ezt? Most vagy 3 év. 3 év alatt egyébként, ugye vannak ezek a lépcsőfokok nálatok, igaz? Aha. 3 év alatt meddig lehet eljutni? Hát van elétek kb. 2 év alatt már műszakvezető. Attól függ, hogy mennyire. Na, azt én. Mennyire akarsz, hogy elmenni. Aha. És te melyiken vagy most? Hát én most vagyok manager tréningen. Manager tréning, az mit jelent amúgy? Hát ilyen front vagy konyha. Főnök úgymond, aki felelős, ugye. Mióta nyomod egyébként ezt te? Hát már lassan 3 éve. Csak én ezzel 3 év alatt voltam egy évig külföldön, fél évig szakmai gyakorlatot csináltam, és egy gyakorlat mellett is tudtam jönni, hál' Istennek. De és amikor ilyenkor egy évre kimész külföldre, akkor is van megengedik, hogy egy évre ki tudsz jönni, és utána azonnal visszavesznek, vagy megint? Igen. Ilyen passzív vagy inaktívba raknak, és akkor lehet. A tartalék. Mi a terv? Hát én tanár szeretnék lenni. Tanár? Tanár. Nem létezik, milyen tanár? Történelem és magyar. Történelem tanár. Történelem és magyar. És ilyenkor egyébként a sulihoz keres, vagy dolgoz, azért dolgozol itt, hogy a sulihoz pénz? Nem, én suli mellett, hogy otthon is segítsek. Meg én azzal a feltétellel kaptam otthonra 2 macskát, hogyha én finanszírozom. Oh, a törlesztés. Igen, a két kisa. Mi az a képzés, ami kávésoknál van? A barista tanfolyam. Barista, van egy lehetőség arra, hogy baristaként tanulj itt a McDonald's-nál. Annyit jelent, hogy elküldenek egy barista tanfolyamra, nyilván ez költséget jelent, de a McDonald's kifizeti neked, hogyha te hűséggel hozzájuk szolgálsz. Szóval, hogy még egy pár hónapig itt dolgozol utána. Aha. De ez neked teljesen ingyen lesz, és utána marad egy képzésed, ami egy nagyon jó dolog. Aha. Mert szinte bár... Így van. Nézd el, hogy itt tettem neked a tejet, hogy könnyebb dolgod legyen, annyi lesz a feladatod, hogy ráöntöd a kávéra. Uha.
kajáltunk, én ettem egy csibaburgert, és ittam egy kis vizet, és egyébként, szevasztok! Hello csapatom! Ők az én kis csapatom, kicsit már így összehaverkodtunk. Ki a legjobb csocsos közületek? Egy végre. Véget ért a nap, elfáradtam, itt minden vetnek rajtam, köszönöm, sziasztok, hello, mondták, hogy nem is. Szóval véget ért ez a nap, sikeresen lehúztam jó pár órát itt a Mekiben, megnéztem nagyon sok mindent, és remélem, hogy ti is élvezetekkel és tapasztalatokkal gazdagodtatok, nagyon szépen köszönöm nektek, hogy velem tartottatok ebben a videóban, és most megyek haza és alszok egy nagyot. Akarom mondani egy nagyon nagyot, szevasztok.